Köszöntöm nézőinket! Önök a Szerda estét, a Sopron TV heti rendszerességgel jelentkező magazinját látják. Tartsanak velünk! Nézzük mai témáinkat! Műhely. Lerántjuk a leplet az igazán finom forralt bortitkáról. Skarbancia. Megújult a fertőszéplaki Széchenyi kastély. Hölgyválasz. Folytatjuk a múlt héten elkezdett témát. Fussunk, kerékpározzunk. A kardiomozgás szerepe és fontossága. A hét témája. A járványügyi intézkedések kapcsán kérdezzük Marek Jánost, a Soproni Tankerületi Központ igazgatóját. Télen kezdődik a forró italok, például a forralt bor szezonja. Ha igazán finom forralt bort szeretnénk, akkor egy kis vízzel főzzünk fűszeres főzetet 5-6 perc alatt. Hagyhatjuk állni is, hogy még jobban kioldódjanak az aromák. További tanácsokat Műhely című rovatunkban osztunk meg önökkel. A jó forralt borhoz alapvetően jó bor kell, és a további összetevők egy kis víz, narancs, szegfűszeg, fahéj és egy kis cukor. Lehet mézzel is, aki esetlegesen azzal jobban szereti. Lehet készíteni vörösborból, rozéból, fehérborból. Fehérbor esetén inkább almát és citromot rakunk hozzá, és fahéjat, szegfűszeget, a rozéhoz pedig esetleg epret, ami jellemzően ugye most azért inkább fagyasztott. Igazából azt kell mondanom, hogy nagyon nagy leírt receptúra nincsen, hanem mindenki a saját íze szerint, ugye valaki jobban édesebben szereti, valaki fűszeresebben. Én például nem vagyok egy túl nagy forralbort fogyasztó, viszont nem szeretem a túl fűszeres, és erre figyeljünk is oda, amikor forralbort készítünk, hogy ha elkészült, akkor a szegfűszeget és a fahéjat ne hagyjuk benne sokáig, mert akkor nagyon-nagyon fűszeres lesz, és akkor meg esetlegesen kellemetlen, vagy valaki ezt nem igazán kedvel, én például nem. Illetve nem szeretem én sem a túl édes. Ugye valaki az édesebben szereti, valaki kevésbé édesen. Mindenképpen jó, ha rakunk vizet a borhoz. Egy ilyen, mi úgy készítjük, hogy 7 deci borhoz 3 deci vizet rakunk, nem jó a túl tömény. Viszont ugye a tévhit ellentétben nyilvánvaló, hogy az ember nem a legdrágább borból készíti, nem egy vinotékába vásárol egy nagyon-nagyon drága bort és abból készít forralból, viszont alapvetően jó borból kell készíteni a forralból. Minden dolog, ami jó, az az alapanyagokkal is jó, hogy jól kell legyen. Ugye most nem akarok belemenni olyanba, hogy esetleg egy nagyon túl savas, vagy esetleg nehogy Isten már ecetes egy bor, amit valahol ott felejtettünk egy szekrény tetején, és megecetesedett, de nyilvánvaló, hogy a gyümölcsösségét azért az egy érett szőlőből készült bor adja, illetve magát az ízét természetesen. Ha túl sokáig hevítjük, az nem jó egyrészt, mert úgymond a fűszer az alján, vagy maga a cukor karamellizálódik, leég, illetve a narancs benne, és akkor keserű lesz, illetve maga a bornak sem jó, hogyha túl forraljuk, illetve hát az alkohol is elpárlog belőle, és azért valljuk őszintén, hogy a forralt bornak az, hogy amit ilyenkor télen fogyasztunk, hogy nem csak a maga a hőmérséklet, hanem maga az alkohol is melegítés, azért nem az a cél, hogy ez eltűnjön belőle. Mi úgy szoktuk készíteni, hogy az összetevőket összekeverjük, és egy kicsit felforraljuk, és akkor utána takarékra van rakva. Esetlegesen meg lehet azt is csinálni, hogy kihűl, berakjuk hűtőszekrénybe, és akkor azt még egy-két napig fogyasztható. Itt azért vigyázni kell vele, mert nehogy megpenészedjen, vagy megromoljon. Szoktunk készíteni puncsot, illetve krampampulit szoktunk készíteni. Ugye a krampampulinak az alapanyagát azt előre elkészítjük, ami ugye egy jellemzően konyak, dió, mandula összevágva, mazsola vagy a szaldatoja, és ezt egy befőttes üvegbe szépen, illetve plusz méz, kis szegfűszeg, és akkor ezt kanállal lehet adagolni a bögre aljára, és akkor ezt felöntve borral, esetlegesen meg lehet még bolondítani, még plusz egy kis konyak, vagy egy kis pálinkával, így még hatásosabb, és ez tényleg egy jó lélekmelegítő ital. Egy jó kuglóf, vagy egy jó püspökkenyér, ami azt gondolom, hogy egy forralt borhoz dukál, főképpen lassan beérünk az advent időszakba, és azt gondolom, hogy ez
abszolút az advent időszaknak az étele és itala, de azt gondolom, hogy férfiak, mi férfiak egy jó sült hó zsíros kenyérrel, lilahagymával azzal is el lehet fogyasztani. Befejeződött a magyar kormány támogatásával a Fertőszéplaki Széchenyi kastély külső homlokzatának felújítása, melynek köszönhetően a Fertőtáj egyik emblematikus épülete nyerte vissza a régi fényét. A település impozáns rendezvényhelyszíneként funkcionálhat majd az épület belső udvara. Egy összesen 6 fertőparti helyszíntérítő projekt részeként a Fertőszéplaki Széchenyi kastély bruttó 77,4 millió forintból újult meg. A Fertőszéplaki Széchenyi kastélyban született Széchenyi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója, Széchenyi István édesapja 1754-ben. A Széchenyi grófi család a 17. század második felében költözött be a kastélyba, és egy évszázadon átlakott itt. A kastélynak a külső felújítását úgymond ünnepeljük, amellett az elmúlt években már igyekeztünk megtölteni a kastélyt tartalommal, hiszen nem elsődlegesen múzeumnak, hanem egy olyan fajta közösségi térnek terveztük, ahova a fertőszéplakiak, illetve a nagyszámú ide látogató turista is tud érdekes programokat, illetve jó lehetőségeket találni. Megújult a kastély homlokzata, valamint restaurálták az ablakok és ajtók kőkereteit és a homlokzaton talált falfestés részleteket, melyek a 16.-17. századi maradványok, ehhez hasonlóak legközelebb Erdélyben találhatók. Barca Attila, Sopranés térsége országgyűlési képviselője szerint mindez kiemelt jelentőséggel bír Fertőszéplak számára. Nagyon helyes volt az a döntés, hogy nem hagytuk azt, hogy ez az enyészeté legyen, hanem hosszú évtizedes munkával lejutottunk ide a mai napon, hogy a magyar kormány támogatásával egy nagyon jelentős külső felújítást tudunk átadni, és élettel telik meg a kastély. Nagyon sokat jelent ez Fertőszéplaknak, sokat jelent a térségnek, és azt gondolom, hogy jelentős épület a Széchenyi örökség tekintetében is. Az integrált termék és szolgáltatás fejlesztés a Sopronfertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben című projekt keretében összesen 6 helyszínen valósulnak meg fejlesztések, mintegy 350 millió forint értékben. A projekt a Sopronfertő turisztikai fejlesztő non-profit ZRT konzorcium vezetésével, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel és a Magyar Turisztikai Szövetség alapítvánnyal együttműködve valósul meg. Számomra az egyik legkedvesebb ez a Fertőszéplaki kastély, amelynek az a lényege, hogy itt egy másik projekt keretében mi megfejlesztettük a templomdom tövében található pihenőhelyet is, illetve a templomdomnak a zöld növényzete is felújításra került. Ezzel elértük azt, hogy Fertőszéplakra, ha valaki most ide érkezik, akkor az egy nem csak egy kastélyt lát, vagy egy templomot lát, hanem itt időt tud tölteni. A Fertőszéplaki Széchenyi kastély felújítása világörökségi szempontból is nagy jelentőséggel bír. A kastély megújítása azt jelenti, hogy a világörökségi központ végre létrejöhet. Hosszú tervezési munka és régi álmunk volt az, hogy megvalósulhasson mindez. Az épület kívül újul meg most, és belül pedig egy kiállítást fogunk létrehozni. Jelen pillanatban ennek a berendezése folyik, reméljük tavasszal meg tud nyílni. Itt kap helyet majd a Fertőtáj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület irodája is, így a kastély lesz szimbolikusan a Fertőpart turisztikai bejárata.